Na. Hát ez az, igen. Nézd meg, gyönyörűen látszódik, hogy ő... Rengeteg fejlesztést hoztak az ellenfelek. Rengeteg fejlesztést. Összességében közeledtünk az élmezőnyhöz, úgyhogy ez nagyon jó. Ez top. Ez top, apukáim. Ja, aerodinamika. A rossz... Motor. Kérem, motorfejlesztés, augusztus, szeptember, november, ha. Augusztus, hát augusztus még nagyon odébb van. Az nagyon. Picikét közelebb lettünk az élmezőnyhöz. Ez jó, ez jó, ez jó, ez jó, ez jó. Ez jó. Aztán, hogy Albon mikor kezd el teljesíteni? És itt lesz sprint! Futam. Mely ugye befolyásolja majd a rajt pozíciónkat később. Ez jó, ez jó, ez jó. Oké, na kezdjük. Király, jó lesz ez. Szia, Bazsi! Le van mentve neked az asztalom. Minden fotó megvan. Hossz, hogyan? Hogyan csináltad? Jaj, már mesztelen, mindig a mesztelen képekkel vagytok elfoglalva, nem igaz? Nem mindegy, hogy ott van, örüljetek neki. Bala bátyjátok egy kicsit pajkos. Mondjuk a gumikiosztás sprintén meg így a jó, mondod, így a jó, mondod, Gap, így a jó, így van, úgyhogy mégis jól jártunk. Ja, igazad van, kösz, kösz, megmentettél. Tényleg amúgy, tényleg. Hát nem tudom, maradjunk így ennél a beállításnál? Hát nem is tudom. Ez a beállítás, ez egy fos. Ez egy katasztrofális rossz beállítás. Ez egy undorító beállítás. Aki ezt összerakta... Jó, mondjuk time triálos. Ez egy undorító beállítás. Ez egy igazi förmedvény. Ez úgy van megcsinálva, hogy szar legyen. Verseny. Ez nem, ezzel nem megyünk, ez fix. Majd még mindjárt majd most megmutatom, mivel megyünk. Hát a pofám szakad le, komolyan mondom neked. Múltkor is ezen, de fölmérgesítettem magam. Ez iszonyatosan eltér. Ez versenyen, egy 3-4-5 kör után halálos az egész, úgy ahogy van. Úgy ahogy van. C3-4-5-90-95-95. Oké. Oké. Átkapcsoltam mérnökbe, hát... De Levente, most mit nyalizol? Az előbb berekedtünk, veszekedtünk. Most nem kell a nyali. Leszerepelti az előbb. Ellenem voltál. Ez van, kész.
Most már késő bánat, nincs visszaút. Ráléptél egy olyan ösvényre, lement, hogy innen már nem jössz vissza, az biztos. Neked lőttek? Ezen a csatornán a pályafutásod most itt véget ért? Ez van. De legalább ilyenkor ne nevessetek már csetem, mert mindig elrögöm magam, baszki, nem igaz? Akaratlanul is észreveszem ezt a fogatlan emótot és rosszul leszek. Nevetem kell. Mondjuk, ha ennyit csinálnátok a kicsolyatokkal, így begörbítenétek, még azon is lehet, hogy nevetnék. Na mindegy, jó. Se kavics, megyünk ezzel. Okay, track's green right now, so take a few laps to get the tires up to temp and get yourself in the zone. Hát őszinte inkább ne legyél te, Levente. Ne. Nem áll jól. Az nem. Inkább folytsd el. Az nem jó. Mi az a... Mi? Láttam én! Állj meg! Láttam mindenki, hogy el voltam fordítva, bassz meg! Mi volt ez? Mi volt ez? Verstappen and Sergio Perez. Pepo Kota kerék. Így el voltam forgatva. Hát nézzétek vissza, valaki küldje be a klippet. Állónak a farka volt a karma. Hát ez nem karma volt. Ez bug. Fuck you bug. Hát ilyen nincsen, az embert kihozzák a csodrából megállás nélkül. Nem bírom én ezt már, ezt a stresszt. Azt se tudom már, hogy ez hogyan volt beállítva, az adja büdös 700-át már. Gyerekek, engem mindenki tönkre akar tenni. Hát ez a játék eszi az életem, mint a rosda. Hát ilyen nincs. Hát most már le lehet állni. Ja, és akkor most meg! Nincsenek szabadedzéses programok. Valaki látja, hogy hova lettek? Csak mondom, csak úgy kérdezem. Hogy valami újat is mondja. Nincs. Úgyhogy most megfogom és ezt a beállítást leventem. Ez... Most nem veszem le a kesztyűt, nem vetkőzök le miatt. Na most akkor, ilyenkor mi a megoldás? Ugye egyből felmerül a kérdés, ki kell lépni a menübe és vissza kell csatlakozni, és már is van. Szívesen, ez volt a patch. Ötös lottó nyerő számait is lediktálhatom, ha gondoljátok. Annyira belejöttem már itt a megoldásokba. Ma nincs ellenfelünk. Na jó, ezt az előbb már pont láttuk, azt hiszem. Igen. Azt hiszem az előbb is Azerbajdzsánban voltunk, ha jól emlékszem. És nézz oda! Hop 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 hop. Van szabad edzéses program. Na most akkor, ha kérhetem. El volt forgatva, de ugye tényleg el volt forgatva a kormányom. Már most el van forgatva, látja mi, és őt így, keresztbe. Hát így az alap, és forgatom balra. Figyelsz. Jó, most működött. Ez a patch erre. Nagyon el kell forgatni, teljesen. Koppig. Persze, ez mind feature. Hogyne, a Dalix. Ez nem kérdés. Ilyet feltételeztél, hogy bug. Ilyen negatív vagy. Kumin kiosztás beállítása? Nem volt meg, mert erre a hétvégére pont, hogy a kiegyensúlyozott kell. Úgyhogy szándékosan maradt így. Szándékosan. A játékbeli kormány is telibe el volt forgatva. Aha, jó. Szerintem
A kormány összekötő eltört, megrepett, amikor a fiúk itt szerelték az autót. Tuti. Húha, ez nem jó. Na. Hova ilyen hevesen? Úgy kell, az a rendkívüli egyébként ebben a pályában, hogy rengeteg a derékszögű kanyar, tehát szétrugod a hátsó gumikat. Tehát iszonyatosan nagy terhelést kapnak a hátsó gumik, és ezáltal egy olyan beállítás kell a versenyre, hosszú távú eseményekre, ahol ezt a hihetetlenül aránytalan gumikopást, ami az első és hátsó tenger között van, azt jó kell kezelni az autónak. Tehát ezért nehéz egyedi ez a pálya, meg akkor még olyan féktávok is vannak itt, ugye nem véletlenül szokott itt ilyen multis versenyeknél rengeteg baleset lenni, meg rengeteg inkább beteget jelentenek, mikor Azerbajdzsáni ligafutamban. Mert olyan borítás van itt szerintem, hogy ami pedig a leglágyabb keverékek vannak ezen a pályán. Olyan féktávok vannak itt valahogy, hogy egyszerűen nehéz velük megbirkózni. Hát menni kell még egy kört sajnos. Megtörik az autó. Mi van? Ez is aztán olyan, hogy... Aha, igen, mindjárt F1 kibeszélő. Persze. Csak addig megyünk, meg szívjuk magunkba az információkat, meg összerakjuk az autóbeállítást normálisan. Ez jelenleg nem jó. Itt most szerintem kipróbálunk egy olyan beállítást, hogy megfordítjuk a szárnyalást. Inkább itt a hátuljára rakunk sokat. Meg... ja, ennyi. Az autó eleje egész jó, szerintem. Egész jó fordul a lassan sebességű kanyarokba is talán. Hőmérséklet elfogadható, itt a kanyarogós részekre már. Egészen észhez tér.
Esni fog az eső a sprinten? Na, az király. Nem, leveltenek te neked. Hiába farbolod a viprangot. Nem fogom odaadni. Hova gondolsz? Dehogy is. Hát állandóan ellenkezel. Ellenszegülsz. Nem. A VIP szektor nem mehet szembe a párt vezetőjének a szavával. Hát itt vagy megszoksz, vagy megszöksz. Úgyhogy Levente, jó futást. Így van, Bazsi. Program complete. Program complete. Tábla! These results all do, although you could definitely do better. Consider giving it another shot. Nem fogadunk be. Levente a legnagyobb forradalmár, akit láttam. Hát igen, életveszélyes. Szerintem valami ilyesmi lesz a megfelelő beállítás. Kezdeni pont belefér. Most azért megtudhatjuk, hogy mi a helyzet. Már volt Zoltán délelőtt. 10-től délig. Az pörgött. Esik, Laci. Megmagyarázhatatlan erők hatására meggyőzted magad, hogy párttag legyél? Tuti kettős ügynök vagy? Ha gyerekek, valaki nézze meg, hogy Ákossal mi van, jó? Nincs ebbe poloskázva, meg hasonló. Jó van, teljes megfigyelés elrendelem. Ákos meg kell figyeltetni. Gyanús, át akar állni. Állj már meg a anyádat, hát. Jóta, bazd meg, mintha jég lenne. Hihetetlen, bazd meg. Monzai C1-esben nem kell ekkora féktáv. Komod a féket, azt nem fog. Nagyon heves nyelvcsapásokkal, Ákos. Nagyon heves nyelvcsapásokkal. Éljen soká pár... Éljen, Tonik, éljen! Éljen. Úgy van. Hát legyél te is az IB-n, most mi van? Mit irigykedsz? Van még hely. Jöhetsz. Mehet a nyali.
megtérnek a lázadó is. Egyet értek, elvtárs. Megint a fékerrel osztással is kell majd játszanunk itt jócskán, úgy érzem. Azt kell, hogy jó kötyögünk, azt hiszem. Na jó, mondjuk azért annyira nem. Erres hatékonyság jó. Kitűzött köridőt mondjuk rendesen übereljük. Köszi Ivyn a szurkolást. Ojjajajajaj. Nem jó, nem jó. Öregem. Nagyon komoly a Verda. Kopik rendesen. Még egy kör. Hát időbe kell lassítani. Úristen! Most azért megijedtem. Csak mehet az autó, mehet! Ó, mondom, baszke, sose áll meg. Jó, ennyi volt, oké, király. Hát megoldottuk. Ezzel a kemény gumival. Nem rossz végül, figyeljetek, nem olyan rossz ez. Kicsit még itt a végén felpörgetjük. Ja, és hát amúgy ez elég nevetséges, hogy
350-nél a Mercedes motor kikakukkol. Míg egy Ferrarival 364-et lehet menni. Hát ez kinek volt az ötlete, már ne haragudjatok meg. Ez a hülye barom, aki ezt kitalálta, én ezt úgy meg kérdezném tőle, hogy miért csináltad ezt? Így, mint haver a havertól. Elképesztő. Leclerc büntetés kapott, yes sir. Ismét feltartás miatt teszem hozzá. Tehát, hogy ennyire nem látni, nem figyelni. Monte Carlo-ban még volt, aki azt gondolta, hogy jaj, de hát rossz a térerő. Hát nem, hát nem lehet ott azért, ahogy belefér. Hát igen, csak azóta eltelt pár nagy díj, meg előtte is volt egy kis fennforgás. Elfogytak a kifogások, úgy érzem most már. És valahogy fejlődés nincs. Tehát, hogy amikor végre valami előkelőbb right pozícióba ott vannak, akkor valami történik velük. Imádom. Egy komolyan Ferrari nélkül olyan szürke lenne ez a sport. Ho-ho. Valami hülyeséget mindig csinálnak ők. De nem? Mindig. Fiadom. Már te se tudsz kifogást. Na, az nagy szó, Levente. Az tényleg nagy szó. Az hogy csináltad? Egészen elviselhető az autó amúgy. Na jó, kaszok, itt kilépünk. És akkor innen folytatjuk, majd betolnak mindjárt boxba. Elkezdjük az F1 kibeszélőt. Lesz egy rövidke kis sprint futam. Azt megnézzük. Turkolunk egy jót. Élvezkedünk. Jót érzünk. Aztán utána tényleg ennyi, folytatjuk ide az azeri nagydíjunkat. Itt lesz időmérő, sprintfutam, főfutam, lesz itt minden. Balatonszandra. Jézusom, nem megyek. Miért mennék? Dehogy megyek. Nem mennék. Én ha mennék ilyen helyre, akkor külföldre mennék, mert kevésbé fordulna fel a gyomrom szerintem. Valahogy ott, nem tudom, úgy kevésbé hallanám, kevésbé érteném azt, amiket beszélnek az emberek. Tomorrowland! Ja, igen. Igen, szerettem volna, de nem amúgy. Igazából ezeket talán úgy is jó nézni, hogy így tévén keresztül, vagy ilyen videó formájában visszanézve. Szép, meg látva, és meg jó zenék vannak. Úgyhogy jó buli. De tényleg a kíváncsiság miatt azért egy-egy ilyen komolyabb fellépés meghallgatnék, egy David Guetta mondjuk, vagy Tiesto, vagy mit tudom én mi, hogy milyen az. Meg utána meghallgatsz egy mit tudom én, egy Metallicát személyesen, vagy egy Deep Purple, vagy mit tudom én micsodát. Vagy bármit. Hogy ahhoz képest mi a helyzet. Ez olyan, mint amikor elmész egy operetre, meg utána elmész egy ilyen... Hova? Moziba. És nem mondjuk otthonról nézel a tévéképernyőn keresztül. Az is teljesen más ott a helyszínen. Teljesen más. David Baguette. Igen. 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 Kutya fájt ezen, amúgy tényleg kicsit... Túlságosan nem jó ez így, az meg. Aston Martint kicsit így elkirengedem. Nem jó ez így, ennyire rá vagyok feszülve az Aston Martinra. Anyjukat. Egyszerűen nem. Ez meg. Nem jó, hogy ennyire szívemben viselem ezeknek a suhant szarháziaknak a sorsát. Menjenek az anyjukba, az kész. Ez a véleményem. Fát, megint jobban várom a holnapi főfutamot. Nyilván unalmas lesz valószínűleg. Hát, hogy Spielberg nem szokott annyira unalmas lenni, de
De normál helyzetben azért. Tehát általában unalmas versenyekre lehet számítani. Há, mit lehet állítani ezen az autón, hogy jobb legyen, basszus? Azt hiszem egészen jól működött már ez. Talán, ja. Annyi, hogy megnézzük megtankolva. Hát... így talán valami ilyesmi. Jó, hát a fejlesztéseket meg kell érteni, Peti. Hát Kanadába egy káosz nagy díj volt, vagy nem is tudom, egy ilyen nagyon-nagyon ilyen... Ja, már megint a játék hangja, köszönöm. Most Spielbergben megint ugyanez van. Spielberg. Hát most kettő nagy díj után ítéljük meg, ő másfél nagy díj után ítélünk meg egy fejlesztési csomagot. Peti, hát ez mi? Ez nem hiszem, hogy így működik. Ráadásul úgy, hogy konkrétan egy szabad edzés volt, itt, Spielbergbe. Kanadában meg mi volt? Ott volt eső? Vagy mik voltak ott? Már nem is emlékszem arra a nagy díjra. Volt eső? Időmérőn volt eső? Vagy versenyen volt? Hol volt ott eső? Ez egy fura nagy díj volt, nem? Ez egy ilyen káosz nagy díj volt szintén. Az hát. Megint csak kettő ilyen nagy díj. Ilyen pályák alapján hogyan tud meg, hogy mi a helyzet? Nem egyszerű szerintem. De lehet, hogy a holnapi verseny meg például repülni fognak. Hát, azért időmérőkön nem szoktak ők annyira brillírozni azért végül is. Tehát ennyi erővel lehetne mondani azt, hogy a Ferrari meg hú de betalált. Meg hogy a Red Bull elfáradt. Mert hogy néhány századra volt tőle Leclerc. Hát azt láthattuk, hogy a mai nap meg hogy végig dominált az egészet. Mert hidegebbek voltak a körülmények. Ami nem tetszett nagyon sok autónak. Hát ja, igen, Dávid, igen. Na, megnézzük a... Bernát, a mi újság van. Remélem, jó lesz minden. Hát legyél gyors. Hát pontosan tudod nagyon jól, hogy a Red Bull is az egy szabad edzéses nagyjakat jó néhányszor már benézte. És kurvára leszerepelt. Nem kell nagyon sokat visszamenni az időbe. Ráadásul nem ennyi, és ennyi fejlesztése vannak ők a hátuk mögött. Mercedesnek szinte visszafele fejlődik. Tavalyi évről ide évre visszafele fejlődtek. Dobogókért küzdöttek idén meg. Talán ha van egy dobogójuk. Vagy valami ilyesmi. Bár Hamilton teljesítménye kezd bízható lenni. A
Hoppá. Most volt egy kelekóla körülményekkel tarkított esemény, holnap meg remélhetőleg megint visszatér a hőség. Kíváncsi vagyok arra, kíváncsi ennek. Ott szerintem az Aston Martin fixen nyerne. A Red Bullokat ott elverni gumikezelésből. Nekem az a tippem, de ha meg nem, akkor meg fix az egy szabad edzés, meg köszönhető. De miért várok túl? Nem várok túl sokat az Astontól. Nem, hát jó. Jó az autó. Hát, hogy 56-os fékerő kéne? Ha lehet, lehet. Megnézzük. Hát már remegett a képernyő. Itt nagyon határon volt a gumi. Basz! Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. A kurva anyját. Na ezért jobb a hátra tolt fékerű elosztás. Hát beblokkoltunk. A picsába inkább vertem volna oda az oldalát, de komolyan. És látszólag itt úgy tűnik, hogy jaj, hát bevettem volna, nem vettem volna be, hát éreztem, hogy nem. Neki durrantunk volna a fal jobb oldalának. Hát hát későn korrigáltam itt már. Inkább bele kellett volna állni orral a falba. Na jó, hát ez gyönyörű így. Jó, hát mindegy. Ezt elbaltáztam. Ez szép volt. Ez gyönyörű. És a helyzet a következő. Felvázolom. Üdvömérő edzés. Több érő edzés. Most. And Lewis Hamilton. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula One action. Hát én megőrülök. Én? Megörülök. A fűszám fütyülős rézangyalát neki bassza meg. Nem, be egy kicsit,
kicsit így jobban belekerülök abba az állapotba, amiben lenni kell, hogy jobban teljesítsünk. Jó lesz ez. Erőforrás erre. Szigorúan. Nincs mese. Hopp. Te kimaradt. Oké. Időmérő. Lökner kedveli ezt, köszi. Ideg állapotba kerültem, így van. Igen. Egy pillanatra bocsássatok, mert gyorsan kiszadok és dobok egy fantát. Meg Petit megkeresem és megverem. Iii. Az is tálójába, gyerekek. Ez szép lesz. Az a szerencse, hogy van sprintfutam. Az a szerencse. Tényleg. Jól érezted, Peti, jól érezted. Szép volt. Ez igen. Hát most ebből majdnem ban lett. Ha neki megyek ott a falnak, akkor ban. Peti, nagyon sok van a rovásodon. Sokat fordult a világ. Nem tudom, mitől kapattad el magad ennyire. Ájjajajajaj, úristen. Norris kapja is a feltartást. Mekkora... Az meg, hát elmiszem el. Ó, szakad az eső neked, Laci! Mi van? Miről beszélsz? Fú! Berúgtál? Jó tetted. Nálatok? Az merre van? A titok? Titok biztos. Biztos. Embered bevallani. Téged nézi molába. Komárom Esztergom? Vármegye. Szégyed magad.
Ez a kör szégyen gyalázat. Ez borzasztó volt. Ez borzasztó volt ez a kör. Ó, gyerekek! Hát ezt nem hiszem el. Teljesen le vagyok törve. Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Szomszédok vagytok, Bence, nem tudsz róla? Ott lakik melletted. Nem is tudtál eddig erről. Hoppá! Hoppá! Aztán... Menj már! Rá tudtok kopogni egymásnak. Az igen. Nem csüged a kecsú, éljen! Éljen! Nem normális, basszak, nem normális! Azt mondja, Tatabányától 45 km-re, Komáromtól 30-ra, Mórtól 20-ra. Szégyed magad, úristen! Bujkálós! Bujkálós, Laci! Fél, hogy beazonosítjuk, és megverjük. Jó sejti. Biztos megvernénk. Hú, Laci, nagyon elkapnánk. Egyszer rájövünk, hogy te hol laksz valójában. Véged van. Ha Verstappen... Adek érettségi kérdése. A Verstappen sprint verseny 21 kör alatt 21 másodpercet nyert, akkor a 71 körös futamon hányadik körben ad lekörözést a második helyen álló versenyzőnek? Úristen. Ajjajjajj. Hát ezt még így, ebbe bele se gondoltam még így. Ennyire gyors volt tényleg? Ilyen rövid pályán? Basszus, ezt tényleg nem is figyeltem. Na, hogy lehet, hogy nem figyeltem ezt? Hülye Aston Martinnal el voltam foglalva. Claire banda. Hát... Várjatok csak. Ha javítunk egy fél szeket, akkor befejezem a kört, ha nem, akkor viszont visszaülünk egy friss lágért. Őszintén nem tudom, hogy mi történik, de egy a lényeg. Éljen a párt! Éljen! Szia, Victorious! Na, na, na. Áh, baszki, nem elég agresszív az autó. Ezt is ebbé kellett volna tenni ezt a szart. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Kit, Mark. Honnan? Mi van? Mi bajod?
Ez az. Ja, le is tört a szárnyunk amúgy tényleg. Ja. Jött eléggé. Na, nagyon nem érzem az első tengelyt. Annyira olyan, mint hogyha az aszfalt fölött lebegne. Az egész. Tényleg. Nagyon durva. Nem tudom, hello. Passz. Passz, nem tudom. Olyat hallottam egyébként, hogy... hogy a gumit le lehet darálni azzal, hogyha neki megyek így a falnak, és ott súrolom. Valaki azt mondta. Vagy a szimulációs törésnél van? Azt hiszem szimulációs, ja. Lehetséges. Azt még nem próbáltam. Passz. Vagy lehet ezt patchelték már, nem tudom. Még meglepő lenne. Ez egy egészen jókör kopott lágyal. Ez egy kifejezetten jókör. Ja nem, ez sima standard. Persze. Hát a szimulációs az nagyon kemény lenne. Vagy hát legalábbis az idejében már elvileg egyszerűbb. Hát nem merek visszavonuljunk. Inkább menjünk. Amúgy nem tudom, hogy mire gondoltok, Nabil és Mark. Bár elég furcsa, hogy ezt csak ti panaszoltátok el eddig, hogy probléma van a csatornával. Másnak is gebaszos a Twitch? Vagy a csatornám? Vagy mit lehet erről tudni? Nem lepődnék meg azon, hogyha esetleg trollkodnátok. Pont ketten nálatok. And that's just 30 seconds left in the session. Szimulációs törés az brutális lenne szerintem. Nagyon-nagyon könnyedé van kontakt az ellenfelekkel. Neked az egész Twitch telefonon? Se telefonon. Aha, hát jó, köszi a visszajelzést. Nem tudom, hogy... Így van, fényképes bizonyítékot dobjatok. Ha nem, akkor van. Biztos, hogy trókodtok. 100%. Nem akarom elhinni. Mondjuk Oli is azt mondta, hogy telefonon neki rossz. Csatornával elég nagy bajok vannak. Jó, Balaci. Oké, köszi. Ez kicsi aggasztó, mondjuk, hogy Albon 10. Amúgy lehet, hogy az a problémátok, Márk és Nabil, hogy nem vagytok a pártnak a tagjai. De ugye? Ez könnyedén előfordulhat. Ez tényleg elég fura, hogy... Mert ez is csak 1.40.9-et jön. Ilyen gyorsak vagyunk. És ez nagyon jó, mert igazából spóroltunk így egy lágyat. Egy lágyja megoldottuk. A Q1-et. Ez fullos. Hát itt éreztem, hogy nagyon nem voltunk rendben, mert volt, hogy a C1-es sáfolítónál, az utolsó előtti kanyarnál ott hát ott konkrétan felült az egész autó a rázókőre. Nyíl egyenesen mentünk előre. Mondom, ez nem igaz. Annyira... olyan az első tengely, mint amikor... Nem tudom, nincs terpesztés az autónak egyszerűen valahogy. Nem jó. Nem jó az egész. Szar úgy, ahogy van. Nem, Matthew. Most nem érek rá, ne haragudjál meg. Ez van. Hoppá, hoppá. Úgy, na és akkor most mehetünk. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Vannak akadások. Más is tapal akadást? Hát nehogy már legyen akadás.
Ó, bazd meg közben. Csába bele. Ne a gyroszos felé menjek. Oké. Okay. Jó, hát ránéztem én is, hogy mi az, amit rossznak találtatok. Nem tudom. Fasz. Váltam azért utána járni, most itt gyorsan közben, míg melegítjük a gumikat. Hoppá Imre! Na csak megjöttél már! Hát hol jártál eddig? Aki nem tudja a párt programját, az hitvány, áruló és egy kép. Lebuktál, éljen a diktatúra, éljen! Éljen! A kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jön az ügyünk bármely csajod. Récs, köszönöm szépen neked a 39. hónapot. Nagyon nagy tapsja neked, köszi szépen. Köszi, köszi. Ez nagyon jó kérdés, Tihamén, szervusz! Ez az! Kurva életbe javítottunk! Ez az! Óriási! Nagyon jó! A büdös istálójába! Hát ez nagyon ott van! Érik a győzelem? Vártam a hitványom bekingására, és a semmiből lecsaptam rájuk. Gyönyörű megfogalmazás. Imre! Imre! Végre! Végre! Gyönyörű munka! Jó van. Év végén! Fölterjesztene Kossuth díjra. Így tovább. Jó lesz az. Mondtam én neked, látod a kemény munka. Jó ez. Spicliskedése fel.
kurva életbe? Hát az milyen kör? Nem hangosnak, hanem hatékonynak kell lenni. Így van. Hibátlan. Hát gyerekek, nem is tudom mit mondjak. Az egy elég komoly kör. Azt hiszem. De nem vagyok benne biztos. Jaj. Szia Ákos! Hát, amúgy szerintem ezzel a körrel tovább jutunk, nem? Szerintem ez már elegendő. Hát nehogy már ne legyen elegendő. Ezzel a gumival én nem fogok tudni javítani, az biztos. Ebben nem hiszem, hogy van annyi. Nem, Raven! Hova gondolsz? Légy szíves! Nincs az az Isten. De ha hozol sört, akkor van. Akkor lesz. Na. Ilyet egy picit belehúzunk. Szerintem ez... Nehogy már. Hát ha ezek a köridők még javulnak 7 tizedet, ne. Nem. Jó, Albon javít, oké. De... Max-e fél szeket. Most már nekünk lőttek? Ha ezt lepörgessük? Baszki. Pörgessük. Ez az! Megvan! Úristen! Megcsináltuk, gyerekek! Ott vagyunk! De hogy mik ezek az eredmények? Pörgess föl magad, az bármi van, basz. Mi folyik itt? Rúgj ki a gázt padlóig, rúgj ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Uli! Köszönöm szépen neked a 4. hónapot! Üdös nagy dalfiharra, kérem szépen. Nagyon szépen köszi. Szia, Zsó. Komoly köröket oda vertek ezek a suhancok. Na de most viszont akkor kérem szépen, van 2 darab lágygumink. Beony. Úgyhogy kezdjük azzal a gumival, amit fixen el kell lőni. Így. Eltünk, ne húzzuk az időt. Standing by. Nagy durr. 40.7, 40.8. Ez a cél. Ha valakit érdekel. Szia Ákos újra. Hogy már köszöntem? Nem is tudom. Nem. Érezhetően javult a pályatapadás amúgy. Tök jó. 39.8. Azt inkább nézd meg, légy szíves, hogy a My Team-es karrierben milyen kört jöttünk, jó? Köszönöm szépen. Még mindig itt vagy? Nem helyes.
Laci, én megverlek, bazd meg. Én nagyon megverlek. Monte Carlo-ba vagyunk. Rohadt kurva életbe bele. Uda megverlek, Laci. Miért kellett egybe föltened ezt a kérdést? Hát nyilván persze, hogy elolvasom. És két helyen van megnyitva a chat, ott is, itt is. Két helyen. Hát a büdös istálóját már belebazd meg. Ezt nem hiszem el! Hogy lehet kizökkenteni? Hogy? Mekkora szégyen? Aj, Laci. Ez a te hibád. Főként. Jó van, Laci. Ma már többet nem beszélünk, jó? Köszönöm a figyelmet. A büdös életbe! Tom Pirace, szervusz! Ma is lesz live. Igen, majd este 10 után. Ez most felvételről megy. Este 10-11 után szokott lenni élőadás. Olyan élő, ami nem felvételről megy. Szia, Gumikacsa! Köszönöm szépen a szurkolásod! Okay guys, everyone be aware, the car's ready to go. Ben, szia Tom. Hát olyasmi, Martin. Olyasmi. Ne aggódj, jó kezekben vagy. Dehogy is, Gumikacsa. Csak elvenni az FPS-t nem szabad. Nem jó az. Minden jó az? Jön már. Képzeld oda. Terhetetlen vagy. Hú, de terhetetlen vagy. Semmi nem jó. Of an impact. Let me know you're okay. I'm sikerült. Ez hogy? Az első szárny meg fönt maradt. E?
elengedte a csavar. Mi? Hogy mi? Ez most komoly. Mi? Hogy? Nem. De ez hogy? Nem tudom elfogadni. Ó, te kurva élet. De miért nem tudom pontot lelassítani? De rossz ez így. Hogy? Beszippantott a fal? Hogy a jó Istenbe? Nem értem. Húszas. Mi? De hát itt már elhagytam a falat. Vagy nem? Kitolta elém a falat valaki, igen. Hoppá, itt másik le. Hagyjuk már! Aj! Fákjú rázókő! Úristen! Gyerekek! Hát ez nagyon csúnya volt! Atya világ! Te jó ég! Ilyen nem tudom, mikor volt itt utoljára! Húha! De hogy? Tényleg? Ősz! Elütöttük egy őzet! Jó van! Assza meg az anyját, majd add betétlapot aztán! Az istálójába! És komolyan tizedik hely! Biztos, hogy az, hát persze, miért lenne más? With qualifying finished, it's time to remind ourselves of our top three. Hülkenberg bejut a házszal. And Lewis Hamilton. Qualifying wrapped up, we now have our grid line up for the big race tomorrow. Be sure to join us then. Vártunk elvégezt a nyomozást, és felvételek bizonyítják, amint a falat egy pályamunkás beért tolja, hogy szabotálja vezérünket. A fekete volgák már úton vannak, a fejek pedig hullani fognak. Éljen a párt! Éljen! Köszi Imre! Szép munka, így tovább. Hát gyerekek, akkor ez a tizedik rajt pozíció. Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy Q3-ba vagyok, az a baj szerintem. Itt, még a Q3-ba itt vagyunk, akkor így meg vagyunk illetődve. Én világéletemben úgy nevelkedtem ezekben a játékokban, hogy a Q3 az így nagyon-nagyon ritkán jött össze. Mert elég OP-k voltak az ellenfelek. Hát most mióta összejön a Q3, azóta vannak furcsaságok olykor-olykor. Hát nem tudok mit mondani. Beégtünk. Tem. Bocsánat. Csak én voltam. Meg az, aki ugye lefizette a pályamunkást. Hát igen. Igen. Cserépkályha volt. Keep on rolling, baby! Úgy. Gyerekek, nem lesznek meg... Ajaj. Akkor inkább ő. Jó. Baszki. Ne. 3 bónusz itt marad. Ne. Ó, Istenem! És 4 darab fejlesztési bónuszt hozott Albon is? Hát mi történt ezzel a fickóval? Rég nevettél ilyen jót? Azon, hogy letörtem a kerekem? Hát inkább sírjál. Légy szíves.
Hát én belül, gyerekek, nagyon vérzik a szívem ám. Nagyon rosszul érzem magam. Most mi lesz velünk? Jön a sprint futam, 10. hely. Uhú. Van egy klip? Á! Azt se tudjuk, hogy kell használni, Spanyolország. Hova gondolsz? Nem szoktunk mi klippelni. De, hogy nincs klip. Nem tudjuk, mire gondolsz. Miről szeretnék klipet amúgy, tényleg, ha már itt tartunk? Nem tudom. Jó. Mindegy. Mi megpróbáltuk. Megpróbáltunk utána menni. Na most ez a fejlesztés például Monte Carlo-ra fog megjönni. Leszorító erő növelő fejlesztés. Ez gumikezel. Az figyelj ide. Aranyapáim. Ez pöröghet. Meg. Hát ez légellenállás javító. Hát egy gumikezelést bepöccintsünk. Menjen. Szerintem ezek egész jó. Nyugati dolog a klippelés, nem is kell. Így van. Meg lesz a sprint futam, ne aggódj. Szia Romos. Szia Patrik. Na. És milyen volt? Jó volt minden, Patrik? Ilyen az ellenzék. Még erre is van energiát, Patrik? Nem dolgoztál te eleget szerintem. Nehogy a te főnököd is fölhívjam. Vigyázzál magadra. Nagyon fárasztó volt. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance. Hát a diák munkák azok sose voltak olyan egyszerűek. The raw skill to take them to the top. Na. Jól tetted, gumikacsa. Forró fürdő. Hideg zuhany, Patrik. Jobban regenerálódsz. Tudod, hogy ész ezt érsz, aranyapám. Hideg zuhany. Persze, most komolyan mondom. Gyönyörű, Imre, gyönyörű, köszönöm. Gyönyörű. Pártársak. Mesterlövészek vannak közöttünk, akik lelőtték nagy vezetőnk jobb belső kerekének felfüggesztését. A nyomokat a hősiesen szolgálatot teljesítő rendőreinek, rendőreink megtalálták. Figyeljetek! Köszi! Tisztelt Geppelftárs! Köszi! Most már tudunk mindent, nyerhetünk. Megvan a tuti recept. My Team Q3 Terminal Damage volt. Most nem mondott komolyan, hogy a My Team-es Q3-ban is ugyanezt így összetörtem. De ne. Az mekkora script. Tehát akkor itt össze kellett törnünk. Mert Azerbajdzsán Q3. Ez script. Ennyi. Fix-e script. Mindenki közepes. Hát, az a helyzet, hogy ez érthető. Itt én lágyat be nem vállalok. Az ziher. Ez tuti kurva az ziher. Új, nem. Nem. Így 18,8 szített kilogramm, jó ez. Ja, csak nem ugyanott. Ja. Köszi, Laci. Oké. És Q2-ben mennyi volt a leggyorsabb kör? Piros zászló, nagyon bágos. Miért? Mi történt veled, Zoltán? Hát eléggé az, ja, de most már azért úgy használható, de... Hát azért kellett hozzá egy pár nagy díj, hogy rájöjjünk arra, hogy hogyan kell patchelnünk magunknak. De nagyon nehéz szerintem. Nagyon oda kell figyelni. Picit nem figyelsz, és már bukod a pozíciót. Vagy akár megbüntetnek. Lásd Interlagos. Aj, az a meglepettség. Hú. Kell a pódium. Na, jó volna. Na jó. Gyerekek, csapjunk a lovak közé, én azt mondom.
1.40.6. 1.40.6-ot jöttünk. Hát ez nagyon jó kör. Az nagyon jó kör, Laci. Oké, köszi. Itt a jobb elsőt, ott meg a bal elsőt törtem le. Az de komoly. Látod, Laci? Milyen hasznos tagja is tudsz lenni a közösségnek? Jól áll, jól áll. Nyomozó, Laci. Aha, értelek, Zoltán. Hát... Ja, hát igen, ez teljesen normális igazából az a helyzet. Ez szinte mindig így lesz. Mindig így van. Remélhetőleg jó beállítást raktunk össze. Szerintem működnie kell. Hát egyenesekben azért szívni fogunk ám. Nem, dehogy, Zoltán. Nálam is ugyanezek vannak. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clock. Vissza se tudjuk nézni, bazd meg. Hát most... Gratulálok. Okay, now stay alert for threats around you.
enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Okay, gap to the car ahead is 2.5 seconds. By 5.3 seconds. Come on, you can win that place back.
Okay, we've got 4 laps of fuel remaining. But be aware, these tyres need to go the distance. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by, 1.7 seconds. Driver behind. Ocon's behind you. Okay, gap to the car behind. Car behind, 1.8 seconds. They're on old mediums. Their tyres are 6 laps old. Your last lap time was a 1:45.5. Addig bírja szóhoz jutni, baszki, úgy kell nyomni. A drift autót kell vezetni, baszki, konkrétan kurva gyorsan. Forzadály. Gap to your teammate behind is 6.2 seconds. Egy darabig mentünk Verstappen, de hát ez a balans, ez így tarthatatlan. Az is csoda lesz, ha egyáltalán ez a 8. 7. hely megmarad. Just 2 laps of fuel remaining now. Verstappen nagyot megy amúgy, nagyot zárkózik. Na még egy kör, valahogy bírjuk ki. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Előttünk nagy csata. Jó lenne oda még felzárkózni valahogy. Tehát ez álom marad. Esetleg majd a főfutamon. Bassz meg.
Okay, we've only got one lap of fuel remaining. És kibírtuk, gyerekek, kibírtuk! Jó! Rendben van. Ez király. Okay, pick up rubber and bring it home. Nem lehet egyszerűen versenyen felzárkózni. Iszonyatosan nehéz. Hát ezzel a ez... So let's have a quick look at how the drivers stand. Nem tudom, hogy ez hogyan kellett volna. Még annyira kopik a hátulja. De 2 pontot amúgy zsebre vághatunk, gyerekek. Albon 12. lett, hát azért kapta. Jó, egy 7 másodpercet azért rávertünk. Versenyen szerintem ez nagyon rendben van. És hát szerintem egy nagyon korrektet küzdöttünk. Hát ahhoz képest, hogy milyen szarkupac az autónk. Ja, ez egészen király volt. Mindjárt itt az utolsó kört megnézzük, hogy... szóval 45-7-et jövünk. Alonso 45-0, 45-7, 3-7... Igen, picike gyorsabb volt. Hát... ha versenyen tehetjük majd, akkor biztos, hogy beállunk mögé. Biztos. Kubit spórolni. Ilyesmi. Amúgy igen. Az a 7. hely, ez már 3. 7. helyünk. Ja. Tényleg. És konstans top 10-ből rajtolunk. Konstans. Óriási. Nem bírom megvakarni a hátam, gyerekek. Hát mi van itt? Olyan vagyok, mint egy... itt Schwarzenegger fénykorába. Tetlen. Pont olyan helyen. Na ez az. Na! Hajrá! Főfutam. Szia Laci. Legújabb drivert letöltötted és már működik is a kormány. Na! Király. Király. Hát igen, azok elég fontos dolgok azért a driverek. Örülök, hogy sikerült. Na! Iránydarány, jöhet a verseny, 26 kőkemény karika. Úgy van révem. Gyere Bence, gyere, nyugodtan. Vasvillával. Egyszer csak nézzétek, Aranka beállítana vasvillával, azt megvakarna. Kicsit megfésülne. Én is néznék egyet. With 20 turns and a length of 3.7 miles, Baku City Circuit in the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience and precision. 90 degree corners through sector 1 lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. Then a 1.4 mile chase flat out through sector 3 towards the finish line. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Aludjás a Supra, szerintem még annyira fáradt vagy, hogy félrebeszélsz. Menjél vissza aludni nyugodtan. Nem értjük, hogy miről beszélsz. Russell, Verstappen, De Palla,
Hatodik. Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Stroll. Hatodik. Hülkenberg. Hatodik. Bottas, Oscar Piastri, Tsunoda, Norris, Magnussen, Joe, and Nyck de Vries. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. We welcome once again to the commentary box Anthony Davidson. And how do you mentally prepare yourself for the rush of the opening lap? Ez egy király. Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start. Hoppá, gumikacsa. Akkor lehet, hogy most gyerek én is. So many drivers in such a az nagyon komoly. And finding your breaking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Hát egyértelmű. Russell Hamilton lágy. Hát nagyon sok a... Ó, két McLaren. Tényleg ők most nagyon, nagyon gyengén teljesítettek. Valami nagyon félrevent Norrisszán. Dupla kemény. Hát itt nagyon fontos lesz majd szerintem az alávágás. Szerintem egy 10 körös kemény, közepes gumis etapot ledurrantunk. Vagy hát persze attól függ, hogy kivel sikerül húskampózni. Fogyasztásunk milyen volt a sprint futamon? Valaki nézte? Ezt mindig elfelejtem. De szerintem biztos, hogy jó volt. Indulunk így, az kész. Jó lesz ez? Jó lesz ez. Hát akkor inkább maradjunk a semlegességnél, Supra. Sose nyersz a fogadásod éven. Ne add fel. Jó lesz az. Szóval gondolkodtam itt közben, hogy ne vegyem lejjebb az első szárnyállást. Igazából vegyük szerintem. Meg lehet nézni. Oké, okay. Na ez egy jó kis versenynek ígérkezik. Gyerünk! Ez egy nagyon jó rajtpozíció. Jó lenne lerajtolni néhány ellenfelet, hogy aztán később el tudjuk őket engedni, hogy visszajöjjünk, visszakapaszkodjunk rájuk. Ígéretesnek tűnik. Na már szeretés van, Supra, jaj! Loggol a stream. Másnak is mi a fene? Tényleg akkor Twitch problémák vannak, vagy mi van? Nekem minden oké. Okay. Másnál is van lag? Az ellenzék támadja a streamet. Fura, nagyon fura. Hát akkor kis Bri, lehet, hogy nálad van a gebaszínyó, bárki tudja. De köszi. Párt elnöki segítséget szerették a Dédos ellen. Így jártál. Részvétel. Rész
Jó, jó szerint, köszi. Jó, nagyon jó. Nem is tudom, mit mondhatnék még így róla. Jó van, Patrik, megbeszéltük. Bár nem tetsző, hogy tüzletelgetünk ilyen dologgal, de... majd visszatérünk mi még erre. Charge is high, let's use that overtake button a bit more. Some kind of mechanical problem.
Okay, DRS is now available. Hát... Azért ezeket elég nehéz lereagálni, sőt konkrétan lehetetlen, bazd meg. Tire condition still looking good. Nem sérültünk szerencsére. Ez nonsense konkrétan. Úgy hibázik, hogy bazdmeg állóra fékezik. El is fogyott a lágya. Great maneuver. You made it look so easy. Itt a kurva anyját, bazd meg már. Olyan rosszul jön neki a fokozatok. Kedvetlen. Andy mindjárt meg is előzi szerintem. Próbáltam neki most segíteni azért, amennyire lehet. Biztos, hogy ne legyen dérese Albon Gászinak. Aha, már előzi. Nagyon jó. Ha feljön ránk Randy, akkor megpróbáljuk majd belehúzatni magunkat. Ja, hogy ő már itt van. Hát ha van DRS, akkor... Na mindegy, jó van. Oda-vissza amúgy húzathatnánk egymást Andival. Most nagy taktika lenne. Meglátjuk, hogy ez... Hogy erre mennyire vevő. Gyere, Tata!
Előttünk csata, ez az. Nagyon jó. Verstappen, Russell. Hát, kezd fogyni a lágy, gondolom. Szerintetek így gyorsabbak tudunk lenni? Mondjuk így fel tudjuk magunkat tölteni. Erre sem, az egészen biztos. Albon jön mögöttem. Meg is előzzük a tatát. Lassú. Nice move. Good job. Ajjaj. Na jó, akkor inkább szerintem nekiállunk spórolni. Jobban, vagy nem is tudom. Ha. Még Albon jó lenne lerázni, ha nehogy már. Ő meg versenyen megy mindig jobban, baszki. A driver in front. Milyen kört megy Russell mondjuk? Use overtake. Jó box kiállással amúgy szerintem meg lehetne közelíteni az előttünk lévőket szépen. Én úgy érzem. Oda. Safety car! Fuck you! Hát ma... Esélyem. Pedig most nagyon benne vagyok a bugiba.
még mindig ott van. Öcsém. Albon, hogy lemaradt. De jó. Ott parkol. Green flag. Russell még mindig nem jött ki. Ti most fog jönni, vagy a következő végén. Ja, Albont szerintem le is rásztuk. Ó, bőven, bőven. Igen, hello, tényleg? Mennyire jó minőségű. Szerintem most körvége box. És rendesen ehhez a Forma 1-hez. Úgyhogy mindenki látszódna ugyanúgy. A kemény guminak az utolsó körei azok horrorisztikusak lesznek. Most muszáj boxolni. Meg kell próbálni. Hát nem mondom, hogy jó helyre jöttünk. Hát sőt. Hát ez katasztrófa. Hát ezt bazdmeg ezt nem gondoltam volna. Ez mekkora amatőr hiba. Hát ezt tudom, akkor nem jövök ki egyértelmű. Hát ezt ki a fejre gondolta volna? Some of this energy, come on.
They're into P11 now, just outside the pit. Hát ez nem volt szép. De ez van. Nem tudtam megállni. Nem tudtam megállni. Nem tudom, hogy hol a kurva életbe kellett volna fékeznem. Azt meg hagyjuk, hogy mintha az meg valami tolókocs is jött ment volna előttem a kurva életbe. Rászlának, hogy van itt előttem? Azt be kell cserkészni. Stroll nagy szívességet tesz. Nagyon meg kell becsülni most ezt a pozíciót. Iszonyatosan. Ez nagyon jó. Amúgy kész csoda, hogy ott nem tört le a Hülkenberges előzésen szám. Kész csoda. Három ötven egynél letét, igen. Ferrari motor 364. Ez így előre meg van határozva konkrétan. Honda motor nem tudom. Az hol? Szerintem az a kettő között van.
gap to your teammate behind is 13.8 seconds. Leclerc lágyon. Ő kemény, baszki. Ő kemény verseny. Egy hiba is vége. Targinyó, köszönöm szépen a feliratkozásod. Nagyon nagy tapsja neked. Köszi szépen. Köszi. Te, mint hogyha közelednénk Russell-el. Többiekhez, nem? Ezek szerintem csatáznak előttünk. Csatázgatnak. Alakul. Hát igen, ez az overlay, ez sajnos ilyen.
Bazd meg. Hogy nem lett DRS? Mi van? Kurva életbe! Hát ennyi volt a DRS. Most önerőből kéne felzárkózni. Russell óriásit megy ezen a versenyen. Mindjárt utaléri Hamiltont. Driver in front. That's Russell just ahead. Push for the position. Okay, so the gap to the car ahead, 1.4 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 6 laps old. So the time last lap was a 1 minute 44.7. All right, at the moment you're losing 3/10 a lap. Come on, dig in. Ez az. Ott az a kicsi, és Leclerc box. Az nagyon komoly, 5. hely, hoppá hoppá. Igen, mert ez motor specifikus, hogy mikor szabályoz le. Ez Mercedes motor, a MyTeam-es meg Ferrari motor. Brutális hajrával ez még 3. hely is lehet ám. Tényleg utalérjük Lajoskát. Ja, köszi, hello. Majd megnézem. Keep managing your tires, manage your tires. Valahogy nem így képzeltem el. Mi van akkor, hogyha Russell alatt valami gáz van?
Gyanús nekem a tempója nagyon. Driver in front. Okay, Russell's ahead. Less than a second separates you. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 8 laps old. Time last lap was a 1:45.5. You're closing by 4/10 a lap. Keep it going. Okay, so we're leading our teammate by 15.7 seconds. Driver behind. That's Alonso. Az meg Leclerc nagyon jó. Okay, push. Gaps in the car behind. 4.1 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 8 laps old. Your last lap time was a 1:45.8. Mi van? Driver in front. Hamilton's ahead of you, and gap to the car in front is 2.6 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 11 laps old now, and the time last lap was a 1:45.9. Okay, so you're gaining by 1/10 a lap. De hogy a... Ez mi? Hogyan lehet 55%-os a belső égésű? Hogy? Ez mi? Hogy? Hát bazzeg, nem cseréltük ki. Hát ilyen 20 pár százalékos volt, nem? Mi ez? Tényleg nem értem. Gap ahead is 3.3 seconds. Driver in front. It's Hamilton ahead. Look at it, one. I guess. 3.3 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 11 laps old now. Time last lap was a 1:45.9. Ooh. Jaj. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Viva. Remaining.
Aj, de szétestem, bazd meg. Mert rosszul nyomtam eddig a fékpedált, most rájöttem, hogy kurvára fáj már a lábam, bazd meg. Ilyen balfászán módon kell fékezni itt Azerbajdzsánban, mert különben biztos, hogy elfékezem magam, és fölvettem egy olyan kellemes pószt, hogy bazd meg, szinte elzsibbadtam teljesen. Most meg alig érzem, hogy kell fékezni normálisan. Gap to your teammate behind is 16.2 seconds. Good job. Oh,
és föl magad, az bármi van, passz fel egy napszemüléget, rúgtél gázkvartból, és rúgd ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszor a bütyösebb a cím, mint bármelyik csajod. Halló, halló, micsoda küzdelem a győzelemért. Jobb csapatban nem sikerült volna igazolni. Kappa. Köszi rúgó a 45. hónapot, szervusz! Hát, ez dobta a gép. Okay, gap to the car ahead is 4.9 seconds. Ahhoz képest, hogy Williams-el vagyunk, szerintem nagyon jó eredményeink vannak egyelőre. Ez az. Ez az. Kurva nagy. Hú, baszki, már nem bírtam, hogy nyomni a féket. Ó, de rossz volt itt. Ilyen rosszul. Mert nem szét kellett taposni a féket, hanem ilyen nyámnyira szar módon kellett fékezni. Hú, de szétnyomta a talpam, bassza meg. És itt a verseny 20-valanyadik körében egyszer csak így észrevettem, hogy gondolom, hogy valami nem oké. Olyan szinten beleférkőzött a fejembe, az agyamba, hogy az őrület. Köszönjük, kacok! Nagy versenyt futottunk szerintem. Jó, nagyon jó eredmény ez, nagyon jó. Tényleg, nagyon jó. És Fakius Williamson. It's clear to see that they've put in the work. Éljen a párt! Should be proud of the victory they've secured here. Éljen, éljen. Éljen, éljen. Hú. És Perez nyert. Perez. Perez. Na. Kérem szépen. Ez jó volt. Nem a legizgalmasabbak a versenyek szerintem, de... Hát sok tehát ilyen nagyon-nagyon taktikus versenyzés van. A nagy verseny nem akar működni ez az autó jól. Hát egy csapattársunk kapott egy 20-ast. Jó, nagyon jó. És 12 ponttal gazdagott ott a Williams csapatunk. Ja, meg hát nyilván Albon ugye plusz 2 versenyen. Most még följebb megy a fókusza. Rivalizálás. Rivalizáláson is talán egyet tekertünk. Elég jó, elég jó. Na, ezután hogyan van Miami, ugye? Na, mindjárt megnézzük, hogy arra nagy díjra milyen fejlesztések érkeznek az ellenfelektől. Azt hiszem nekünk nem is... Na most... Aha... Na ez döbbenet. Én még ilyet nem bipáltam. Gyerekek! 13 körrel kevesebbet futott ez a motor, 7%-a kopottabb. Ez mi? Azért, mert itt... Röpülünk az egyenesbe sokat? Vagy mi ez? Hát ez a motor, ez használhatatlan innentől kezdve szinte. Jóságos ég! Kinyírtuk azt a belső égésüt. Baki megerőszakolta. Baki? Edzése jó az? Magas fordulatszám. Ja, Baku! Ja, Baki! Ja, oké. Okay. 85-ös fókusz. Ez nagyon, nagyon profi. Jaj. Ezeket nem toljuk le. Gumikiosztás, aranyapáim. Várjál, melyik kell nekünk? A lágy, ugye? Igen, a lágy. Ja. Oké. Okay. Na nézzük akkor. Hozzanak-e fejlesztés az ellenfelek? Mert azért úgy gondolom, hogy most azért mi úgy okoskodtunk, rendesen okoskodtunk. Hát leginkább majd talán Imolára és Monte Carlóra hozunk fejlesztéseket? Nem is tudom. Hát a mögöttünk lévő Alpine fejlesztett egyet, meg McLaren, Alfa Tauri.
Hát ez nagyon-nagyon minimális. A Red Bull nagyon altatósan tolja. Tudom, hogy mire várnak ők. Kettő órán keresztül fürödtél, bro. Mi van? Micsoda? Az hogy? Hol? Mi strandon voltál? Hát gyerekek, szerintem nagyon jól állunk. Ötödik helyen vagyunk a Williams-el. Hát ez... Hát Ausztráliáért mondjuk nagy kár. Ott is szerintem egy ilyen 8-9-10 meg lehetett volna. Hát ott minimum egy pont. Bomba. Hát ez őrületesen jó. Király. Amúgy jó, tényleg ez a karrier. Fasza. Akár már lehet, hogy idén odaérünk a bajnoki cím közelébe. Hát most az kellene igazából, hogy Verstappen kezdjen el hibázni. Mert az, hogy háromszor nyert zsinórba, Azerbajdzsában második, hát az nem jó. Az nem jó bizony. Minden esti program 2 óra fürdés, bömböl az edes, szórakoztatod a szomszédokat? Az igen, de lasza vagy. Nagyon jó hangzik. Rendesen. De jó. Ha így folytatom, akkor végén leigazol a Ferrari? Jaj, de jó lenne. Odáig lennék. Na meg vissza. Hát... Én várom ezt a nagy díjt, jó lesz ez. Na, skacok, holnap fogjuk majd folytatni Miami-ból. Holnap azt mondja, hogy ha minden igaz, ha ügyesek vagyunk, akkor letoljuk Miami-t, Imolát és Monakót? Hát ha minden igaz, akkor igen. Vagy meglátjuk majd, hogy alakul, persze. Meglátjuk majd. Hát Monaco mindenféleképpen a főfutam után lenne, mert 15 órakor kezdődik a F1 kibeszélő, a főfutam. De fura, ez a sprint kvalifikáció futam, ez annyira azt az érzést kelti bennem, hogy már vége a Forma 1-nek, és vége az osztrák nagydíjnak, és rohadtul nem. Holnap nem lesz multi szerintem. Nem, szerintem nem. Karrier. Ezerrel. Nyomjuk a Williams karriert. Király a kocsi. Jól néz ki, gyors is. Jó lesz ez. Szerintem nagyon pöpec. Ez egyre jobb lesz. Jobbá kell tenni majd az autót egy picikét, mert ez jelenleg versenyen... Fú, ugye elvér ez az autó. Vérzik az autó. Majd erre valamit kitalálunk. Igazából itt talán súlyelosztás fejlesztése lehetne ezen még többet javítani. Hihetetlenül oda kellett figyelni most is Azerbajdzsánban arra, hogy hogyan bánunk az autóval. Rossz mozdulat és keresztbe álltunk. Hát például mondjuk az utolsó kört visszanézhettük volna. Hát egyes kanyarba drifteltünk, kettesbe talán megint csak. Ilyen driftelve előztük meg Russellt. Nagyon-nagyon fék is egy kicsit azért úgy fura. Nem az igazi. Na. A részlab az meg, hogyan van a részlab? Nekem le van töltve a részlab. És az hogyan néz ki? Jól néz ki a Forma 1-hez? Mindjárt megnézzük valahogy. Megpróbálok gyorsan bejelentkezni. Beta módban van, igen. Aha. Oké. Hát, ez annyira nem realisztikus. Ezzel az a baj. Nekem ez az a problémám. Vagy hol van a...
Hol van az a, tehát hogy bal oldalra ilyen realisztikusan nem lehet ezt betenni? A... Hát nem tudom, hogy egyáltalán ilyen létezik-e, persze. Mert ez jelenleg nem, minden csak nem realisztikus szerintem. Hát nyilván ez azért nagyon-nagyon pontos lenne. Pontosabban írná ki. Delta bar lap timing. Hát... Üzemanyag kalkulátor. Na ez mondjuk... Na ez mondjuk... Aranyapáim. Nem volna olyan rossz, igazából, sík térkép. Aha, fejfej mellett. Ó. Nem realisztikus ez az a baj nekem. Pitbox asszisztens. Aha. Ja. Én azt hiányolom ebből, hogy a valós eredményjelzőt. Ha olyasmit lehetne betenni, akkor az már tök király lenne. De nem értem amúgy, hogy ez a SimHub-os, ez miért nem működik például pontosan jól. Demoralizáló, abszolút-e. Skocok amúgy, valami, nekem itt nem oké a Twitch-el szerintem. Valami... Nem látom a streamet. Úristen. És ez mi? Nagyon-nagyon gázos a dolog. Össze-vissza ugrál minden. Mi van? Lehet, hogy Márknak és Nabilnak igaza volt? Lehet, hogy már régeség banulták a csatornám? Amúgy simán lehet. Figyeljetek. Nem lepődnék meg. Ugye az ellenzék? Az ellenzék, gyerekek, az ellenzék. Hát ez ilyen. Aha. Jobb lenne a hivatalos, persze, de ha használtad. Ja, hát, ja, értelek. Nem bukott meg a párt. Bodokat nem látod Twitch-en. Aha, hoppá, hoppá. Ez kemény. Na jó, skacok, figyeljetek, akkor addig elköszönök, míg látjuk, hogy nagyjából egymást, halljuk egymást. Holnap úgyis találkozunk, azt folytatjuk a menetelést. Remélem egy jó futam lesz, ami kicsit úgy jobb kedvre derít így Alonsoval kapcsolatban, bár megpróbálok holnap olyan lábbal már fölkelni, hogy nem foglalkozom vele azért ennyire durván, mint ahogy ma is. Úgyhogy nagyon jó éjszakát kívánok nektek. Holnap 10:08-ra jövök, és várok mindenkit sok szeretettel. Hang sincs. Na jó, skacok! Jó éjszakát mindenkinek! Szevasztok! Üdv mindenkinek, papá! Csetre is berakom a... Ja, hogy a hangulatjelet se tudom benyomni. Ó, akkor nem tudok integetni, csak így. Sziasztok! Köszi a követéseket és a támogatásokat! Szevasztok! Üdv mindenkinek! Papá! Papá! Hello! 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 Sziasztok!